tehát nem marad 2.26-nál versenyben már. Másodszorra már sikerült eljönni a mezőnek. Sonny Miller újból tehát a 4-esen, és Shakima Wimbley a 6-os pályán. Ők ketten, akik mindenképpen esélyesnek számítanak. Miller újból már Phyllis Francis meg is előzte az első 100 méteren. Hihetetlen, ahogy az olimpiai bajnok bahamai bekezdett. A hosszú egyenesben pedig nagyjából azonos sebességgel fut ő, illetőleg az amerikai Shakima Wimbley. Most úgy tűnik itt, amikor 200 méteren túl vagyunk, hogy második helyen halad, és ő fog majd Miller újból mögött befordulni a célegyenesbe, és szépen tartja magát az amerikai Stepper is, aki talán a harmadik helyen fordul majd be a 7-es pályán. Miller újból simán vezeti ezt a mezőn, Shakima Wimbley a második helyen, Stepper pedig a harmadik pozíciót egyelőre továbbra is őrzi, már nagyon jön föl Phyllis Francis és Körtni Okoló is. Sonny Miller újból simán nyeri ezt a versenyt, nagyon nagy fölénnyel, méghozzá remek idővel, versenycsúccsal, 49-54. Sonny Miller tavaly 49-86-tal nyerte a versenyt, akkor is az már versenycsúcs lett, és ezen tudott most több mint 0,3-et faragni. Nagyon-nagyon jó futással, ez szinte rajtcélgyőzelem volt a bahamai versenyzőtől. Megvédi tehát a címét a Gyulai Memoriálon. A Floridában élő Sonny Miller újból, ugye bizonyára sokan tudják, Marcel újból az ész 10 próbázó a párja, a férje. Innen a Miller újból vezetéknév. Úgyhogy szép futással tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy nagyon sima győzelmet arat Sonny Miller újból. Végül 49,53 század másodperccel zárja a 400 méteres döntőt. Nem nagyon tudták ezúttal megszorongatni. Itt már a célegyenes elején volt egy jó 10 méteres előnye, és nagyon szépen bírta a végét ezúttal is újból. Nagyon nagy fölénnyel tudott nyerni, és a második helyen még a célfotót elemzik egyelőre, nem írta ki a számítógép, hogy ki lett végül az ezüstérmes. Shakima Wimbleyt hozzá ki végül 50,95 századdal.